Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőimet. A kérdés, amit kaptam, egy nagyon érdekes kérdés. Valaki megnézett egy videót a pokorról, amit a halálgörög istenéről Hádésznak is neveznek. És föltett ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes kérdést, miszerint, hogyha valaki szándékos gonosztettet hajt végre, gyilkosságot, vagy bármilyen súlyos köztörvényes bűncselekményt, és nem bánja meg ezt a cselekedetét, mi lesz azzal az emberrel? Tulajdonképpen ez a kérdés ráirányítja a mi figyelmünket néhány olyan gondolatra, amivel alaposabban kell foglalkozunk. Az első dolog, amire ráirányítja figyelmünket, az a bűnnek a kérdése. A bűnnel kapcsolatban elég súlyos félreértések terhelnek sok-sok polgártársunkat. Gyakran úgy gondoljuk, hogy a bűn az egyszerűen a vétek, a bűnös cselekedet. És minél súlyosabb a cselekedetnek a következménye, annál súlyosabb a bűn. A bibliai gondolkodás szerint azonban a bűn nem a vétek, mint gyümölcs, hanem maga a fa, az emberi természet. Tehát a bűn az egy állapot. Függetlenül attól, hogy ez az állapot milyen gyümölcsöket terem, mindnyájan bűnösök vagyunk születésünktől, természetünktől fogva. Az 51. Zsoltárban Dávid nagyon őszintén és világosan mondja azt, hogy bűnben születtem, és vagy bűnben fogantattam, és vétekben szült engem az én anyám. Na most a bűnnek természetesen különböző gyümölcsei vannak. Vannak ilyen esetek, mint amit a kérdező felvetett, köztörvényes, durva, és a polgári törvények által, vagy a büntető törvények által is elítélt magatartásformák. De a bűn másképpen is megnyilatkozik a mi életünkben. Luther Mártonnak van egy nagyon aranyos mondása, ő azt mondja, hogy a keresztény emberek csupa csillogó bűnt követnek el. És amit Luther Márton csillogó bűnöknek nevez, az tulajdonképpen nem más, mint mikor a bűnt jó cselekedetbe csomagoljuk. Megpróbáljuk úgy eladni, minthogyha valami jót tennénk. Következésként tehát a kérdés nem az, hogy mi lesz a gyilkosokkal, hanem mi lesz általában azokkal az emberekkel, minden polgártársunkkal, aki bűnösnek született és megmarad a bűnösség állapotában. A második dolog, amiről szólnom kell, az a következő. Ebből a börtönből, amiben születtünk, saját hajunknál fogva nem tudjuk kihúzni, kimenteni magunkat. Ezért Isten két nagyon fontos lépést tett annak érdekében, hogy a bűnnek az örvényéből valahogy ki tudjunk emelkedni. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megteremtette a megváltás által a bűn rendezésének az erkölcsi és jogi alapjait. Amikor visszatért a mennybe menetele után, kérte az Atyát, hogy küldje el az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket, aki eljött és mindnyájunk szívében munkálkodik. János azt mondja róla, hogy eljön és meggyőzi a világot arról, hogy mi a bűn, mi az ítélet és mi az igazság. Vagyis, amikor arról beszélünk, hogy valaki bevallja, beismeri, bevallja, megbánja, elhagyja bűnét,
Ez nem valami természetes emberi indulatból fakadó cselekedet, hanem Isten szent lelkének a szívben végzett munkája. A bűn felismerés és a bűnbánat Isten kegyelmének az ajándéka. És Pál apostol azt mondja, hogy minél súlyosabb a bűn, Isten annál hatékonyabban árasztja ki az ő kegyelmét, és a Szentlélek annál nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy megváltóra van szükségünk, hogy meg kell térnünk, el kell hagynunk a mi bűneinket. Nos, ebben az összefüggésben vetődik föl az a kérdés, amiről a kérdező beszélt. Nevezetesen, hogy mi legyen azoknak a sorsa, akik mindezeknek az isteni beavatkozásnak ellenére rögzött, eltökélt módon megmaradnak a bűneikben. Az a kérdés, hogy mi Istennek a célja a bűnnel. Istennek az a célja, hogy a próféta megfogalmazta, hogy gyökerestől és mindenestől kiírtsa a bűnt úgy, hogy ne maradjon se gyökere, se ága. Ennek következtében Isten a végítéletkor tulajdonképpen nem tesz mást, mint azokat, akik megrögzötten megmaradtak, akár csillogó bűneikben, akár köztörvényes bűneikben és durva bűneikben, minden embert, aki megmaradt a bűnben, a nem létnek, a megsemmisülésének az állapotába helyez vissza. Isten adta az életet, és Isten visszaveszi az életletet le azoktól, az emberektől, akik visszaéltek ezzel az ajándékkal, akik hamisan használták ezt az ajándékot. Következésként nem valamiféle karanténba zárja őket, amit pokolnak vagy hádisznak neveznek, hanem a nem létezés állapotába kerülnek. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, a Jelenések könyve 20. fejezete arról beszél, hogy egy hosszú átfogó vizsgálat történik, ami megállapítja a bűnösök bűneinek a súlyosságát. Na most minél súlyosabb volt a bűn, annál tragikusabban éli meg a gonosz ember a megsemmisülésnek a tapasztalatát. Minél kevésbé merült el a bűnben, annál kevesebb szenvedéssel tudja visszaadni az ő életét Istennek. Tehát a bűnhődés mértéke valóban különböző lesz a bűn súlyossága szerint, de a végeredménye egy és ugyanaz, aki nem tér meg, az meg fog semmisülni, és elveszti az élet ajándékát, amit Istentől kapott. Ennek a hosszú vizsgálatnak azonban van egy másik oldala is. A Jelenések könyve azt mondja, hogy ebbe Isten bevonja a megváltott, feltámadott, üdvözült embereket is. Miért? Ennek is megvan a maga célja. Isten egyfelől szeretné világossá tenni, kiterítve a lapjait, hogy úgy mondjam, hogy igazságosan és méltányosan bánt azokkal az emberekkel, akik elkárhoznak. Nem tévedésből kárhoztak el, hanem saját döntésük nyomán. Illetve a másik nagyon fontos cél, hogy Isten így segít elgyászolni és elengedni az elkárhozott embereket, hogy az örökké valóságban ne nyomasszon bennünket az elkárhozottaknak a sorsa. Így teremt Isten egy új eget, egy új földet, amelyben aztán igazság és békesség lakozik. Én azt kívánom, hogy megtérjünk, Jézus Krisztusban higgyünk, és ennek a földnek a polgáraivá lehessünk.